ugyancsak Gyálon, de már a Zrínyi iskolában Erzsébet napközis tábort szerveztek. A maximális létszáma indult 8 turnusban, hetente 2 tábor programjai foglalják le a diákokat. A június 20-tól augusztus 19-ig zajló, a gyáli önkormányzat által is támogatott programok során rengeteg kirándulás, szabadidős program és érzékenyítés várja a 7-től 14 év közötti gyáli gyerkőcöket. A napközi tábor ebben az évben a miénk, és ezért úgy készültünk már a második fél évben, hogy bizony-bizony ezt a nyarat nekünk kell kitölteni programokkal a gyerekeknek, hogy minél színesebb legyen, minél jobban szeressék ezt a tábort. Sok táborról beszélünk, összesen 16 táborról. Ez azt jelenti, hogy hetente 2 táborra pályáztunk, hiszen a jelentkezők miatt ennyit kellett, ennyire volt szükség, és minden héten dupla tábort indítottunk, pont ezáltal az Erzsébet Alapítvány által meghirdetett Erzsébet napközis táboroknál, és ezért volt az, hogy június 20-án már indultunk, és az utolsó napunk az augusztus 19-e lesz, addig végig mi látjuk el a gyermekeknek a szünetben lévő szabadidős programját, amiben nagyon-nagyon sokféle lehető adódik. Onnantól kezdve, hogy állatkertbe járnak, Vácrátóti vadasparttól kezdve az M5 játszóházon keresztül ugrálunk, nézelődünk, várat mászunk, játszóterekre megyünk, hőlégbalonparkba. Ha összejön a minitank, remélhetőleg összejön, akkor Gyál külső területén egy kis minitankozás is várható majd az augusztusi turnusoknak. Emellett itt helyben próbálkozunk közösségépítéssel, emellett ugye az újrahasznosítás az mindig nagyon-nagyon fontos, és nagyon fontos táborelem is, ezt elmondjuk a gyermekeknek, és az a célunk, hogy ők egymás között is jól érezzék magukat, hiszen a 3 iskola tanulói most nagyon-nagyon vegyesen vannak, és ezeket a vegyes csapatokat kell nekünk összekovácsolni. Hál' Istennek a gyerekek nagyon nyitottak, a visszajelzéseket nagyon köszönjük a szülőktől, mert nagyon pozitívak voltak a visszajelzéseink. Még egy példát mondanék, múlt héten érzékenyítés hete volt, ott a Nem adom fel alapítvány volt az, akik kijöttek hozzánk, és a gyermekek, a vakok, a siketek, a mozgáskorlátozottaknak az életéről beszéltek, és próbálták közelebb hozni ezt a világot a gyerekeknek, akik először nagyon-nagyon félve tekintettek rájuk, később viszont már ott beszélgettek, sőt volt, aki meg is érintette, mert ezt is hagyták ők nagyon kedvesen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép gesztus volt tőle, hogy ellátogattak hozzánk. Táncházunk van minden pénteken, a zeneiskolában igazgató úr Zabán László az, aki ebben segít, és egy borzasztóan hangulatos, zeneileg nagyon-nagyon színes világot hoz hozzánk, amelyben a gyerekek először úgy leültek, nem akartak részt venni, mert hát néptánc az nagyon-nagyon messze áll tőlük. Ettől függetlenül a végén mindenki ropta, ugyanis nem csak az ő zenéjük volt, ami színesítette, hanem nagyon kedves foglalkoztató pedagógusok is voltak, akik színes játékokkal próbálták még ezt az egészet feldobni, de hát már nagyon nem kellett, és ennek nagyon örültünk. Úszodában megyünk a jövő héttől 2 alkalommal, úgyhogy most már az úszás, mint épp testben, épp lélek, az egészség is szerepet kap a gyermekeknek a programjai között. Én őszintén remélem, hogy minden gyermek jól fogja magát érezni, és őszintén remélem, hogy az a nagy mennyiségű pénz, és bocsánat, hogy erről beszélek, amelyet az Erzsébet tábor és Gyálváros önkormányzata biztosít számunkra, mert ha jól tudom, az önkormányzat 7 millió forintot különített el csak a nyári napközire. Ez egy nagyon-nagyon komoly összeg, és ebből tényleg a mi célunk az, hogy maximálisan kihasználjuk azt, hogy a gyermekeink szeressék, látogassák, és jól érezzék magukat a mi táborunkban. A 6. osztályba készülő Leila számára a botanikus kert és az állatkert volt a legjobb kirándulós program. Nagyon jól érzem magamat itt, mindenki nagyon kedves, és nagyon sok élménybe vettem részt, mert voltunk mindenhol, és igazából tudtam meg olyan dolgokat is, amit eddig nem tudtam. Egyet-kettőt említs meg, hol jártál? Voltunk a botanikus kertbe, voltunk állatkertbe, a fővárosi állatkertbe, és elvileg ezen a hétre is menni fogunk, még úszni is, ha jól tudom.
A információim nem csalnak, amikor állatkertben voltatok, akkor óriási volt a hőség. Igen, akkor nagyon meleg volt. Igazából mindenki, valaki még át is szaladt az ilyen locsolókon, hogy ne legyen melege. Noéminek is az állatkerti kirándulás volt a legemlékezetesebb. Nagyon jó itt a táborban lenni, és a számomra a legemlékezetesebb az, amikor voltunk a fővárosi állatkertben. Nekem a kedvencem a pingvinek voltak.